Isten! Szűk egy hónap, és itt van április 11-e. Szűk egy hónap múlva, április 11-én igazságot tehetünk. Hányszor, de hányszor álmodtunk erről a napról? Sokan azt gondoltuk, hogy talán lehetnek előrehozott választások. Mi mindent meg is tettünk érte, de nem lettek. Nem lettek előrehozott választások, de annál súlyosabb lesz az ítélet. Mindent megtettünk, mindent elszenvedtünk, amit magyarok elszenvedhettek az elmúlt 65 évben. Amikor itt álltunk 2006. október 23-án az utcákon, amikor fejre lőttek, amikor kínozták a magyar embereket, rendőrruhába bújt terroristák, azonosítójel nélkül, ott álltunk tehetetlenül. Ott álltunk 2004. december 5-én tehetetlenül, dűvel a lelkünkbe, hogy meggyalázták nem csak a határon túli magyarokat, hanem mindannyiunkat, mind a 15 millió magyart. Az elmúlt 20 év nem tehet mással, csak meggyaláztak minket minden egyes nap, a jelképeinket, a szimbólumainkat, az őseinket, a hitünket. Jogosan érezhetjük úgy, hogy az elmúlt 20 évről mondunk véleményt, de április 11-e sokkal több lesz ennél. Az elmúlt 65 évről fogunk döntést hozni. Arról fogunk döntést hozni, hogy mehet-e így tovább, ahogy eddig. Váltják egymást, közben kizsigerelik a magyart, és eljutottunk oda, hogy már semmi más, a puszta életünk, a termőföldjeink egy része, és az ivóvizeink egy része maradt meg. És nagyon hibásan gondolja azt valaki közülünk, és becsapja önmagát, hogyha azt hiszi, hogy most elég lesz, hogy a Jobbik elér egy jó eredményt, és majd 2014-ben majd nyer a Jobbik. Nem lesz 2014, nem lesz 2018, 2010 van, most vagy soha, nincs több esélyünk. De fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy az elmúlt 65 évben kik voltak a fő bűnösök. És erre persze mértéktől függően, mert Magyarországon a parlamenti pártokat csak azt különbözteti meg egymástól, hogy egyik derékig, a másik nyakig van a korrupcióba, de ki kell mondanunk, hogy a Magyar Szocialista Párt a halál pártja Magyarországon. A kirekesztés, a szélsőségesség, az erőszak és a magyar gyűlölet pártja. Ki kell mondanunk, hogy az elmúlt 20 évben kegyetlen haragunk, törvény szerinti igazságtételünk a Magyar Szocialista Pártot el fogja törölni a föld színéről. Egyet jegyezzenek meg! Mindannyian elmondták, hogy igen, a Jobbiknak egy jó programja van. Lényegében a Jobbikon kívül másnak nincs is programja. Én a két nappal ezelőtt jelent meg egy pártnak a programja, egy régi pártnak a programja. Gyakorlatilag annyi konkrétumot tartalmaz, mint a VUK. Tehát a Jobbikon kívül, a Jobbik szakemberein kívül azt a műfajt, hogy program, nem ismeri senki. Egyet jegyezzenek meg, bárki, bármekkora bajusszal, bármekkora hajjal is fogja mondani önöknek, hogy elszámoltatás lesz. Egyet jegyezzenek meg, holló, hollónak nem válja ki a szemét. Politikus bűnöző nem fog politikus bűnözőt elszámoltatni. Nézzék meg az MSZP listáját. Sokáig ne nézzék, mert rosszul lesz tőle az ember, hogy ennyi hazárlót egy helyen lát,
előhúzták ezt a mesterházi ajtinát, annyira büszkék rá, hogy gyakorlatilag a klasszikai műtéten kívül mindent elvégeztek rajta, hogy rá ne ismerjen valaki. Ott van mögötte Kovács László elvtárs-pajtás, szekeres kettős állampolgárság, lengyvaik. Nem azért mondom, hogy tapsoljatok, tehát most azért félreértés ne essék. Ezek az emberek azért vannak ott, mert félnek, mert rettegnek. Rettegnek a számonkéréstől, hogy jön egy olyan új erő, akivel nem lehet mutizni, akivel nem lehet azt mondani, hogy mi is tudjuk a ti ügyeitek, mert a Jobbiknak nincsenek ügyei. Mert az elmúlt 20 év rablásában nem vettünk részt, és az elkövetkezendő időszaknak is a legfontosabb feladatát abban látjuk, hogy meg kell állítani, ki kell írtani tűzzel, vassal a korrupciót és a tisztességtelen politikát Magyarországról. Tehát... Tehát valaki, ha úgy gondolkozik Magyarországon, hogy elszámoltatást akar, ha valaki azt szeretné, hogy Gyurcsány Ferenc, Lendvai, Szekeres, Hagyó, Demszki, Rács mögé kerüljön, ha elszámoltatást akar valaki, az a Jobbikra fog szavazni április 11-én. Egész vezérkara, és halljuk a nép szavát, és teljesíteni fogjuk a felkérést. A Magyar Szocialista Párt Magyarország egyetlen olyan pártja, amelynek már a neve is hazugság. Antimagyar, mert amennyiszer tehette, mindig rárontott a magyarságra, szociálisan érzéketlen, mert mindig rátört a legeresettebb rétegekre Magyarországon, tönkretette a nyugdíjasokat, a bérből fizetésből élő embereket, a kisgazdákat, a parasztokat, és a milliárdosok pártja lett, és nem párt, hanem ez egy maffia módszerekkel működő érdek oligarcha szövetség. Ezért ezennel felszólítjuk, követeljük, hogy április 11-én a Magyar Szocialista Párt ne induljon el a választásokon. Ha van még egy józan gondolkozású szocialista, ha még becsülik valamire az embereket, akkor nem indulnak el a választáson, és hagyják azt, hogy a magyar emberek végre megtisztíthassák Magyarországot a magyar gyűlölőktől. Attól félnek, attól rettegnek, hogy április 11-e után mi, magyar fiatalok, önök, tisztességes adófizető magyar állampolgárok is el fogják nekik mondani azt, mert el fogjuk mondani nekik azt, amit ők is elmondtak eddig, hogy nem kötelező ebbe az országba élni, el lehet menni. Abban az esetben, ha 20 évet leülték önfenntartó börtönökbe, utána el lehet hagyni ezt az országot. És végezetül engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy érezzük azt, hogy milyen felfokozott hangulat van Magyarországon, milyen nagy várakozások vannak. A közelmúltban a Jobbikot is megfenyegették. Kolompár Orbán azt mondta, ha Jobbik megnyeri a választásokat, visszaadják az állampolgárságokat és elhagyják ezt az országot. Töretésükben nem fogjuk meggátolni őket. Arra kérek mindenkit, hogy ez a három hét van előttünk.
És mondjuk el az embereknek, hogy amikor bemennek a szavazófülkébe, ne kapkodják el a dolgot. Csukják be egy percre a szemüket, és nézzék végig az elmúlt 65 évet. Rákosit, Kádárt, a magyar fiatalokban lövető biszkubérákat, ávós, hazáruló tömeggyilkosokat. Lássák az antali hazárulást, lássák Hornyulát, lássák az elszalasztott lehetőséget, lássák maguk előtt Gyurcsány Ferencet, lássák maguk előtt Bajnait, Kovács Lászlót, és ha véget akarnak venni, véget akarunk vetni Magyarország és a magyar nemzet kizsákmányolásának, és el akarjuk tüntetni a Magyar Szocialista Pártot, akkor szavazzunk mindannyian a Jobbik Magyarországra. Azért, hogy április 11-én mindannyian egy szebb magyar jövőre ébredjünk, és az elmúlt 65 év után végre rendet tegyünk Magyarországon. Adjon az Isten!